Tini Krisszel beszélgetünk. Ugye néhány hónappal ezelőtt a médiában fölröpült annak a híre, hogy alakult egy roma gárda, itt a Daflics ezredesnek a nevét kell megemlíteni, de hogy nagyon gyorsan ezt a társaságot bezárták, bírósági döntés is született, te ennek az egyik kitalálója voltál, vagy. Mit kell erről tudni, erről az egyesületről? Hát elsősorban azt kell róla tudni, hogy jogvédelemmel foglalkozik, és az integrációt szeretnél minél hamarabb a romák körében hatékonyan terjeszteni. Ez valóban gárdának indult? Roma gárdának? Nem roma gárdának indult. Ez figyelemfelkeltést próbáltam elérni a romák között, ezzel a bizonyos Bagó Ferenccel, Daflics ezredessel. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk különböző falukba, településekre, cigánytelepekre, ahová általában az új magyar gárda és a hasonló szélsőjobb oldal, így van, által kialakult félkatonai, betiltott seregek járnak, és megpróbáljuk felhívni a figyelmet a romák között, az embereket, arra kérni, hogyha ilyen előadódik, akkor első legyen az, hogy hívják a rendőrséget. Másodszorban hívják a média segítségét, és harmadszorban érőláncot alakítsanak addig, míg meg nem érkezik a rendőrség és a média szakemberek. Ugye ezt ti egy egyesület keretében csináltátok. 2011 májusában a parlament elfogadott egy olyan törvényt, amelyikben az egyenruhás bűnözést tiltja, és akár börtönbüntetésre is ítélheti az embereket. Közben azt látjuk, hogy a magyar gárda átalakult, és azt mondja magáról, hogy új magyar gárda, de hogy nem láttunk még, hogy ezért bírságoltak, vagy tiltott volna bármit is a hatalom. Sőt, ugye vezető politikusokkal, kormánypárti politikusokkal koszorúznak meg különböző helyeken láthatóak. Mi lett a ti sorsotok? Hogyan reagált erre a hatalom? Hát tulajdonképpen úgy, hogy Pécsett egy interjút adott Bagó Ferenc, amikor egyik pillanatról a másikra minket útközben megállított egy autó, elénk vágott, komandósok ugrottak az autóból, fejünkhöz tették a fegyvert, beültettek a kocsiba, elvették a telefonjainkat, és bevitték minket a pécsi rendőrkapitányságra, ott külön-külön minket kihallgattak, engem és az őrkényi csoportvezetőt tanúként, Bagó Ferencet gondolom gyanúsítottként, majd minket 3 óra, körülbelül 3 óra hosszamolva kiengedtek. Bagó Ferenc úgy tudom, hogy bent volt 1-2 napot, majd őt is kiengedték. Ez a fajta figyelmeztetés, amiben mi belekezdtünk, nem volt gárdáról szó, semmiféle. Egyenruhátok sem Egyenruhánk sem volt, nem volt ez roma gárda, hiszen úgy gondolom, hogy nem kell roma gárdát alakítani ahhoz, hogy meg tudjuk magunkat védeni. Elég, hogyha alakítunk egy élő láncot, egy olyan hír láncolatot, amivel tudjuk értesíteni, én ezt országos szinten képzeltem el, a romákat, hogyha bárhol a szélsőjobbtól megjelennek a félkatonai szervezetek, akkor egy élő láncként körtelefonok, és akkor azok a bizonyos emberek, akiket mi csoportvezetőnek kijelölünk, értesítik az ő általuk megjelölt kis csapatot, mondhatom. Közösséget, így van. Közösséget, és védik a... Ugye ez a rendőrségi igazoltatás a bíróságon végződött. Mi lett annak a vége? Itt kapcsol ki. Itt nem.